Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a katolikus.ma hallgatóit és a Katolikus TV nézőit. Hallgassuk meg most szeretettel és odafigyeléssel Jézus evangélium, János evangéliumának mára vonatkozó igéit. Evangélium Szent János könyvéből. A húsvét ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Jó kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt. Vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította: akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte: Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki: kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik: aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj? A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. Ezek az evangélium igéi. Jézus nyilvános működésekor, amikor először fölmegy a jeruzsálemi Jeruzsálembe, akkor a templomba megy. Oda megy egyenesen. Most azonban oda megy, ahol a beteg bárányok fekszenek. Sok beteg fekszik itt, vakok, sánták, bénák. Jézus, Isten üdvössége úgy dönt, hogy átmegy ezen az emberi nyomorúság útvesztőjén. Közéjük megy. Meglátja azt, aki leginkább rászorul. Szóba áll vele. A juhkapu, ennek szimbolikus jelentése van. Jézus magáról mondja: én vagyok a kapu, ahol a juhok pásztora belép. A Betesda azt jelenti, hogy az irgalmasság háza. Arra utal, hogy az épületben lévő betegekről irgalmas emberek, köztük családtagok és barátok gondoskodtak. Egyes szentírás magyarázók szerint az 5 oszlopcsarnok Mózes 5 könyvére is emlékeztet, az ő tanítására utal. Ennek az igájában nyög a nép. És amit Jézus most tesz, az ellenkezik a törvénnyel. De a törvény helyett maga Jézus lép be a juhkapun. Ő a törvény adója. Nagyon nagy az ellentét
a vezetők ünnepe, és a sokaság között, akik betegek, erőtlenek, munkaképtelenek, a földön fekszenek, ki vannak zárva, hogy részt vegyenek az ünnepen, a templomban. A tehetetlen beteg népnek nincs sem ünnepe, sem öröme. De Jézus vissza szeretné adni az egészségét annak az embernek, annak, aki erőtlen, képtelen mozogni és cselekedni. Jézus reményt ad. Milyen szeretettel és irgalommal, együttérzéssel teli tekintettel nézhetett körül Jézus. Odalép a 38 éve béna férfihoz. 38 év, milyen sok idő, de reménykedhetett. És megkérdezi tőle Jézus, szeretnél meggyógyulni? A beteg elmeséli az esetét, mindig más begybe előtte. Nincs emberem. És Jézus válaszol a vágyára. Azonnal visszaadja az egészségét, és ezzel a járás, a mozgás lehetőségét, hogy már ne kelljen másoktól függnie. Vedd ágyadat, mondja neki. Aminek eddig a fogságában volt, az kézbe veszi. Jézus nem kér tőle semmit cserébe, se azt, hogy mosakodjon meg, vagy hogy kövesse. És az az ember engedelmeskedik Jézusnak. És a zsidók rászólnak erre az emberre, szombat van, nem szabad vinned az ágyadat. De ő válaszol, az, aki meggyógyított, azt mondta, vedd ágyadat és járj. És tudni szerették volna, ki ő. De Jézus tovább megy, nem keresi a népszerűséget, ingyen ad életet szeretetből. Elmegy, amikor tömeg verődik össze. És az a meggyógyult ember felmegy a templomban, talán hálát adni. És ott Jézus találkozik vele később. Szóba áll vele, és azt mondja, látod, most meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy nehogy valami nagyobb bajod essék. Arra utal, hogy a betegségnél van nagyobb baj is, a bűn, amely elválaszt minket Istentől, hiszen a bűn Isten végtelen szeretetének az elutasítása. És Jézus, a jó pásztor, a feláldozott bárány azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Mi lehet a mi bénaságunk, betegségünk, ami megbénít, amiből gyógyulást várunk? Higgyük, hogy Jézus a jó pásztor ránk néz, látja, meg akarja gyógyítani. Ünnepelni hív oda, ahol már nincs gyász, sem fájdalom, ahol Isten lakik velünk, aki letöröl a szemünkről minden könnyet. Az új Jeruzsálem, ahová mindannyian meghívást kaptunk, ahová belépő a mennyegzős ruha, melyet megtisztított a bárány vére. Milyen sok embernek adott erőt ez a szentírási rész, ez az örömhír. Hány életet változtatott meg, akár egy lelki gyakorlat alatt. Ismerek valakit, akinek Jézusnak ezek a szavai, menj, vedd ágyadat és járj, segített abban, hogy megértse, hogy az az életforma, amiben él, az gúzsba köti, megbénítja. Ez az ige segített neki, hogy kézbe vegye az életét, és váltson hosszú idő után. Egy másik embernek abban segített,
hogy Jézus talpra állítsa sebzettségéből, amelyet éppen 38 éve hordozott édesapja elvesztése miatt, amiért sokat szenvedett, amikor édesapja kilépett az életéből. És Jézus mellé állt. Megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni? És ő lett az embere, az orvos, a jó pásztor, aki meggyógyította az elhagyottság sebét. A jó pásztor hív. Ismerjük őt. Ő ott hagyja a 99 igazat, és elmegy, hogy megmentse az egy elveszettet. Engem. Téged. Utánam, utánad jön, ha eltávolodtál tőle. Ebben a nagybőjtben engedjük, hogy a jó pásztor megtaláljon. Irgalmas tekintete megtérítsen. Megvalva neki bűneinket újjá teremtsen. Vállára vegyen, bekötözze, begyógyítsa sebeinket. És ha azt kéri, legyünk sebzett gyógyítóvá mi is. Lépjünk oda az elhagyotthoz, akinek nincs embere. Hubert Munz atya, aki több évig volt a Szervitalend előjárója, egy elmélkedésében így ír. Ennek az irgalmasságnak a gyakorlása családunkon belül kezdődik el. Itt találkozunk testvéreinkkel. Van közöttük, aki éhes és szomjas, aki beteg és bebörtönzött, akinek nem ismerik el az emberi méltóságát, aki szenved a kereszten, akinek arra van szüksége, hogy szeressék, aki önzetlenségünket kéri és azt, hogy legyünk az ő fele barátja. A család az emberi együttérzés első laboratóriuma, hitünk és szeretetünk próbatételének első próbaköve. Valóban, hogyan mondhatjuk, hogy szeretjük távol élő testvéreinket, akit nem látnak szemeink, hogyha nem szeretjük azt a testvért, aki mellettünk van, és egy asztalnál ül velünk, és ténylegesen közeli fele barátunk. Legyen ezen a mai napon a mi házunk Betesda, az irgalmasság háza, ahol gondját viseljük egymásnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ha tetszett ez a videó, és még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz fel, és kapcsolj bele, készülj együtt velünk a húsvétra.